Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, tekints gyengeségünkre, hallgass meg kérésünket, emeld fel hatalmas jobbodat, őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, azt a Szent Igében egyházunk bőjt harmadik vasárnapjára igehirdetés alapján rendelt, megírva találjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14-től a 23. versen a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt küzdött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház-házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ördögűzés. Olyan titokzatosan, félelmetesen hangzik ez a szó. Hajlamosak vagyunk nagy hatalmat tulajdonítani démonoknak, sőt feltételezünk egy nagy hatalmú gonosz erőt is, amit sátánnak vagy ördögnek nevezünk. De kinek van ezzel tapasztalata? Úgy őszintén. Pláne olyan tapasztalata, hogy valaki erősebb nála, vagy legyőzte azt. A karizmatikus közösségekben, így például a hídgyülekezete is, ott gyakorolják a démonűzést, és sajnos nem túl bölcsen ilyen eseményekről készült videó felvételeket is meg szoktak osztani az interneten, ami azért nem szerencsés, mert ez inkább ad alapot gúnyolódásnak, vagy mémek gyártásának,
nincsen, hogy valaki komolyan venné, hogy vágyakozna arra, hogy ő is megszabaduljon a rossz szellemeitől. Mert hogy ilyenek azért vannak. A katolikus egyházban is létezik hivatalos ördögűzés. Vannak erre külön felszentelt papok. A legtöbb ember képzeletében vagy ilyen témájú horrorfilmek, félelmetes jelenetei idéződnek fel, ha erről van szó, amitől szorongóvá válik az ember inkább, vagy jobb esetben az ilyen filmekből készült paródiák jutnak az eszünkbe, amelyeken pedig jókat lehet nevetni. Pedig valóságos dologról van szó, amikor azt mondjuk, hogy ördögűzés, de nagyon beszédes, hogy az egyik legtiszteletre méltóbb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező idős katolikus pap, aki a Vatikán megbízásából végzett ördögűzéseket, egy alkalommal ezt nyilatkozta. Minden ördögűzésnél hatékonyabb a gyónás. Ezzel nem kevesebbet állított, mint azt, hogy valójában téveszméink, rögeszméink, negatív gondolataink, hibás döntéseink, erkölcstelen tetteink, ezek jelentik a gonoszt. Vagyis mi alkotjuk meg, és válunk aztán annak rabjává. Ám ha ezt önmagunkban felismerjük és leleplezzük, valójában már fölébe is kerekedik. Nemrég prédikáltam arról, hogy ha van is sátán, azt Jézus egyszer és mindenkorra legyőzte. Ugye Böjt első vasárnapjának ez volt a témája. Jézus a sátán legyőzője. Legyőzte a sátán. Nekünk tehát nincs dolgunk a sátánnal. Csak Jézussal van dolgunk. A mai igénk ugyanezt erősíti meg. Mennyire jellemző a bűnös, téves gondolkodásmódra, hogy amikor Jézus valakivel jót tett, vagyis megszabadította őt a megkötöző és némaságra kényszerítő rossz szellemtől, akkor ahelyett, hogy dicsőítették volna az Istent, Jézust vádolják azzal, hogy ő maga az ördög erejével cselekszik. Milyen abszurditás! Baalzebub elnevezés abból a Baál névből ered, amelynek tisztelői egy emberek által készített szobrot imádtak. Leglátványosabban ott mutatkozott meg ennek a vallásnak a képtelensége, amikor Illés próféta kihívta őket, a Baál papjait, hogy építsenek ők is egy oltárt a saját istenüknek, a Baálnak, és ő is épít egyet az igaz Istennek, Jahvénak. És akkor amelyik Isten elfogadja az áldozatot, az a valóságos Isten. Ugye ismerjük a történetet, talán itt a órán is tanultunk róla, vagy hallottunk már róla a prédikációt, vagy olvastuk a Bibliában. Mi történik itt? A Baál papjai, már több százan voltak, ott táncoltak az oltáruk körül, révületbe estek, már kimerültek, végkimerülésig, közben a saját testükön fájdalmas sebeket is ejtettek. Semmi nem történt. Miért? Egész egyszerűen azért, mert a Baál nem tud cselekedni. Miért nem tud cselekedni? Mert nem létezik, hanem csak emberek találták ki. Az igazi Isten viszont megemésztette az Illés oltárán lévő áldozatot. Na most ezzel a történettel pont a Bibliát jól ismerő farizeusok és írástudók kellene, hogy a legjobban tisztában legyenek. És mégis ők mondják azt, hogy márpedig létezik ördög, és képes cselekedni méghozzá jót, hogy meggyógyít egy némán. Normális? De hát azért a következetlen és egymásnak ellenmondó érveléseknek naponta vagyunk tanulni. Egyházban és társadalomban egyaránt. Inkább az egyetlen igaz és tiszta embert vádolták gonoszsággal, nincsen, hogy a saját tudatlanságukat és téveszményüket, a bennük lévő féltékeny, sértett haragot leplezték volna le. Mert ez a gyógyulás útja. Ez ennyire egyszerű. Most mondanám azt, hogy tartjunk egy 10 perces nagy, hatalmas röhögést ennek örömére. Itt még nem tartunk, de lehet, hogy ez is eljön meg egyszer. Testvérek, meghívást kaptunk Jézustól arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat,
és a valódi lényünknek megfelelően Isten gyermekeiként az ő tiszta szeretetét tükrözzük csak vissza. Ez az egyetlen út, ami az életbe vezet. Jézus eléggé karakteresen fogalmaz, aki nem velem gyűjt, az tékozol. Vagyis Jézus követésén kívül az égegyat a világon semminek nincs értelme. Az Isten országa készen áll. Jézus mindent megtett az üdvösségünkért. Ezért nekünk nem kell fáradozni. Ő mindent megtett érte. Az Isten elkészítette számunkra az örökországot. Ezt mi elrontani sem tudjuk. Hadd tegyem hozzá. Minden el van intézve. Isten intézte el. Neki nincsen alter egója, vagy alternatívája, vagy hozzáfogható hatalmú ellensége, akivel meg kéne vívnia a harcot. Mert minden az övé, és minden általa, és ő benne teremtetett, és áll fenn. Nincs hatalma rajtunk a rossznak, a bűnnek, a gonosznak, semmiféle ördögnek. És testvérek, ez akkor is így van, ha ezt te nem hiszed. Ez akkor is így van, ha téged ez nem érdekel, vagy hidegen. Ez akkor is így van, ha ezerféleképpen próbálod cáfolni, vagy árnyalni, mondván, nana azért nem eszik olyan forró lakását. Ez a lelkizet kicsit elvetett a súlyokat. Isten kedves gyermeke vagy. És a te életed értelme, hogy Krisztusban beteljesítsd a személyes sorsodat, aki ő maga. Őt megölhették, vagy mondjam, hogy megölhettük, mi emberi gondolkodásunk alapján ítélték el és gyilkolták meg, mert hagyta magát. De mivel ő maga az élet, ezért nem tarthatta fogva a halál. Feltámadt és él. Uralkodik, és azt hirdetteti, már lassan 2000 éve, hogy minden bűnöd meg van bocsátva. Gyere ő hozzá, és éld a valódi életedet, egy szomorú és sekélyes árnyéklét helyett. Erre kaptunk meghívást. Sőt, ő azzal is megajándékoz, hogy olyan méltóságod legyen, amilyen az Istennek van. Csak. Hogy teremthetsz. Hogy alkothatsz. Hogy részesed lehetsz az ő teremtő munkáján. Itt van például, történetesen, ez a Balassagyarmati Evangélikus Egyház. Ha hiszek, hanem teljesen rajtad áll vagy bukik, hogy mi lesz belőle. Hagyhatod lerohadni, elpusztulni, magad is járhatsz csalódottan, szomorúan, elégedetlenkedve, fejed csóválva, mindenki más hibáztatva, egy árnyék létet élve, de lehet azt is, hogy kiveszed a részed a teremtésből, az építésből, és megtapasztalhatod a semmihez nem fogható örömöt, hogy az Isten benned lakik, és te ő benned. Felragyogtathatod Isten dicsőségét a saját életedben, szolgálatodban, embertársaid iránti szeretetben. Én most erre az utóbbira hívlak titeket, testvéreim, a nyugdíjazás, amíg hátralévő néhány évben, ha csak az Úr hamarabb magához nem vesz. Többit majd inkább a közbűlésen, most legyen elég ennyi, egy kicsit az majd ilyen bensőségesebb, az már nem lesz közvetítve. De akik itt vannak, számítok mindenkinek a jelenlétére, és adja Isten, hogy megtapasztaljuk azt, amiről itt szó van, ebben az igében is, evangéliumban. Imádkozzunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. És most a közgyűlésre készülve énekeljük a 46-os számot.